Sziasztok! Ez itt a második adása a körnek, a pc World podcastjének, és az elő, első adásban megismert szerkesztőkkel, vendégekkel vagyunk itt hármasban, illetve négyesben Kacival. Egy-két dolgot megfogadtunk, meg, megfontoltunk azok közül, amiket ti is tanácsoltatok az adásmenetet illetően, illetve összeszedtünk egy csomó érdekes témát, amin szeretnénk magunkat úgy átrágni, hogy számotokra is érdekes, izgalmas információkat tudjunk átadni. az első témánk az mindjárt az, az, egy olyan lenne, amivel valószínűleg mindannyian találkoztatok már, ez pedig nem más, mint az átverős e-mailek, illetve csetüzenetek, és az egyéb olyan internetes csalások, amik meglehetősen megszaporodtak már a, a Covid ideje alatt is, de most a háborúnál egy nagyon gyomorforgató dolog szerintem, de, de sajnos továbbra is vannak egy csomóan olyanok, akik akik ezt haszonszerzésre és, és, pénzszerzésre próbálják meg ö, ö, felhasználni ezt a, ezt a krízis helyzetet. Gondolok itt például arra, hogy, hogy ö, akár nálatok is bármilyen chat alkalmazást vagy szolgáltatást használtok, vagy akár ugye a levelezésetekben néztek el, még a legjobb spam szűrőse biztos, hogy megfogja azt, a, azt az üzenetet, vagy azt, a, azt az e-mailt, amiben, amiben egy kétségbe esett ukrán anyuka próbál pénzt kérni bitcoinban, és még azt is megbocsáthatod neki, hogy nem tökéletes az angolja, és ott van, hogy utalját pénzt, és ilyenkor nyilván próbálhatni az együttérzésedre, de, de be kell látni, hogy itt nem szabad ennek bedőlni, mert... Hát azért nem túl életszerű. Elvét, igen, egyrészt nem túl életszerű, ugye itt még azt is megmagyarázza ez az e-mail, vagy ez a chat üzenet, hogy azért bitcoin van, mert hogy ott nem működnek az automaták, és csak úgy tudja lekérni a pénzt, meg ezt kérik tőle, akik majd kimenekítik. Meg... Szóval egy ilyen nagyon szörnyű dolog, de a, a lényeg az, hogy az összes, összes biztonság technikai cég rögtön rárepült erre a, erre a témára, és, és ők is arra próbálják rávezetni az embert, és mi is most ezt próbáljuk nektek átadni, hogy, hogy éneknek Én ne dőljetek be se e-mailbe, se csetem, még akkor se, hogyha esetleg magyarul vagy egészen hihetően kapjátok meg ezt a valamit, hanem ha mégis segíteni akartok, akkor, akkor azt egy, egy olyan hivatalos szerven keresztül, vagy szervezeten keresztül, civil szervezeten keresztül, akiknek van valami előéletük, módjuk van nevük, tehát ezt. És akkor itt van rögtön egy másik téma, amikor, amikor meg egy számla érkezik, Például az MVM-től, vagy a postától, hogy van egy csomag, ami beragadt, mert kinek nem ragadt még be a postán csomagja, és mindösszesen csak ennyit, meg annyit kell fizetned. És az a helyzet, hogy az elmúlt években védett minket a magyar nyelv legalább, ha más nem is, mert olyan magyartalanul, vállalhatatlanul rosszul írták meg ezeket. Oké, hogy összelobdosták a logókat, meg az, hogy hogy nézzen ki nagyjából az e-mail, de... De a helyzet az nem tudom, hogy ti találkoztatok-e már ilyen, vagy kaptatok-e Én utoljára olyat kaptam, hogy három darab gázszemlet, meg egy villanyszemlet azonos összeggel, és, és sajnos egyre nehezebb felismerni, hogy... Hát nézd, de most ugye volt egy apropó a banki szektorban, ami miatt egy kicsit talán több jött. És ugye azt a bizonyos pánikot kihasználva, csak hogy egy másik bankintézetet vagy pénzügyi intézetet érintve, hogy vele is ez fog történni, mert ilyen-olyan háborús helyzet miatt onnan is ki kell venni mondjuk a pénzt, és akkor erre jön egy olyan e-mail, ami, ahogy mondod, hogy a, a magyar nyelvtani használata az már kicsit összemosódik azokkal, akik egyébként magyarként. Eléggé nehezen használják a különböző nyelvtani De szabályokat. Írtad körül. <laughs> Igen. Tehát, hogy, hogy igazából úgy az a része már nem okoz meglepetést valamilyen szinten, és úgy nagyon hivatalosan néz, hivatalosnak néz ki az e-mail cím formátuma, Abszolút meg stímmel. minden, minden stimmel, csak ha úgy nagyon ráhúzod az egeret, akkor ott talán valami link kijön, hogy hüha, ez, ez tök más, vagy ez nagyon furcsán néz ki. De egyébként tényleg nagyon egyszerű az üzenet, és ugye arra hat, hogy az adott pánikra, vagy vagy valami érzelmi reakció esetünkben, ugye, a, vagy az ukrán ö, ö, helyzet, vagy hogy nem ha nem fizeted be a számlát, akkor mi történik, ezek csupán ilyen kellemetlen dolgok. És hát azért, ha egy átlagfelhasználóról beszélünk, ember legyen a talpán, aki most ezt kiismeri, mert már nem arról beszélünk, hogy ó, a Google Translate-et használják, annál már jóval fejlettebb egyéb, webes alkalmazásokkal vagy appokkal generálják a szöveget, adott esetben automatizálva. Hát, vagy alkalmaznak magyart. Vagy alkalmaznak magyart, és, és emiatt ugye á, átsiklasz e fölött, és még lehet, hogy valami csatolmányt is megnyitsz. Tehát mondjuk nem fizetsz pénzt valakinek, csak épp a gépedre rengetsz, valami olyan cuccot, alkalmazást, vagy, vagy bármit, ami aztán fú, lehet, hogy jobban megnehezíti majd a, a a napjaidat, vagy a következő heteket, mert nem veszed észre, nem tudod pontosan, mit csinál, Csak azt veszed észre, hogy úgy ugyan fúcsán kezdenek el működni mondjuk ilyen tipikus belépések, és, és, és igazából nem tudod az ukát, ami nem feltétlenül kell, hogy oké, okay, akkor most te tud, csak míg kideríted mondjuk egy szakember segítségével, addig azért az idő telik. És, és fogy egyre nagyobb fogy a pénzed, vagy ugye kizárnak a különböző platformokból, ami bizonyos embereknek nagyon fontos lehet, akár a mindennapjaikban. Úgyhogy egyre kellemetlen. Őszintén, szóval régebben még talán így meglepődött az ember, ha érkezett valami hasonló szpem, és akkor jaj, hagyjuk már, mert ezt akkor jött egy hónapban egy, és akkor ezt így kiszűrtük. De most már napi szinten jön több akár. És emiatt már szerintem sokan elbizonytalanodnak, hogy most ez tényleg így van, vagy vagy akkor ez ez nem spam, hanem tényleg a mindennapi kommunikáció valami szolgáltatóval, vagy vagy akárkivel, de egyébként nagyon vicces, hogy amit még nem említettél, az még mindig ilyen pont, tegnap kaptam ilyet, hogy ez a valamilyen idegen név New Yorkból, és örököltem valamit. Uh -huh. Valami x millió dollárt, és akkor, na mondjuk azoknak a magyarság, ami mindig a békos ja, alatt van, de hogy szegény, ö, szegény herceg meg ilyenek, de meg hogy millió dollárt az könnyű kiszűrni, hogy azért az valószínű, nem igaz. Persze. De amikor, amikor mondjuk a nagyszámok törvény alapján kiküldenek rengeteg olyan levelet, hogy a számlát nem fizette uh -huh. be ezt vagy azt, akkor biztos, hogy lesz olyan ember a megkeresett százezerből pár száz, aki tényleg nem fizette be a számlát, és én elhiszi. Én is kaptam nemrég egy levelet, pont villanyóra a csere miatt. Gondoltam azt, hogy ez még akár egy valós level is lehet. És nagyon az összeg is, tímelt, nem? Az összeg is olyan Na volt, amit teljesen hihető, hihető volt, igen. 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 És igazából, ami elcsúszott a dolog, az az ő meg a hosszú ő volt, amit a sokadik átolvasásra megtaláltam, hogy ezt téleg, ez tényleg. Az egyik ez meg a tegezem és magázódás. Azt szokták eltéveszteni, hogy elkezdi magázva. Ah, és akkor a, a gombra meg azt írja föl, hogy fizesd be a számlát. Igen. Ez is, ez is furcsa. Igen. Illetve nekem is jöttek ilyen postélevelek, ami, ami neked, csak nekem nem számlabefizetésről volt mm -hmm. szó, hanem beragadt csomagról, és ott pedig azon csúszott el a dolog, ami néha a Google is elcsúszik, hogy elfejtették az eurót átváltani forintra. Oh. Tehát 5,18 forintot kellett igen, volna igen, befizetnem, úgyhogy az, úgy, azt könnyű volt kiszűrni. De azért befizetted. Csomag há... meg sehol. Három, háromszor, hogy biztos ki minden ki, nap játszott kosztára, vered az asztalt. Csomagom 5 forintot fizettem. Illetve én még annyit mondanék, hogy, a, hogy nem csak levélben érkezhetnek, mármint e-mailben érkezhetnek spam hanem nekem volt olyan, amikor reggel 8 körül kaptam egy hívást az OTP banktól, mm. hogy én utaltam el a 100 ezer forintot a tegnapi nap, mert hogy ők megnézték, és gyanús ez a tranzakció, és hogy ők szeretnének adatot, adatot egyeztetni. Most ez rengeteg nyolckor volt, épp akkor keltem föl, úgyhogy eltelt egy-két perc, mert esett, hogy mi van, de tehát ez is olyan, hogy, hogy ebben az ember megért, hogy most úristen 100 ezer forint eltült a számlámról, és akkor, akkor mi lehet. Nálam nem volt gond, mert ennél a banknál pont nincs számlám, úgyhogy tudtam, hogy nem, nem, lesz probléma, de ha lett volna, akkor ugye aggódtam volna, hogy akkor mi van, és akkor... Hát ugye nagy számok törvénye Igen. arra lőnek, hogy az OTP-nek sokkal az ügyfele, Igen, és, persze. és ugyanígy egyébként más banktól is érkezhet. Van néhány olyan telefon, és hogy egyre több, ahol az ilyen spam számokat megpróbálják ugye kiszűrni, vagy a Google-nak a listája alapján, vagy egyéb ilyen, e, ilyen, fehér, meg fekete lista, tehát úgy blokkolni, vagy legalábbis kiírni, hogy ez most egy valószínűleg egy spam hívás uh -huh. lesz, ami nem egy, nem egy, rossz dolog. Egyébként még én azt, amikor megjött az, hogy a fizessen be a tizenvalány ezeres villany vagy gáz mindegy, mert cserélgették, úgyhogy óránként jött, hogy éppen villany vagy gázra fizessem, e, akkor, e, akkor az volt, hogy beléptem az applikációba, és megnéztem, hogy ténylegesen van egy ilyenem. Tehát ahelyett, hogy kattintottam volna, ez egyébként szerintem működhet, hogyha nem tudod pontosan megítélni, hogy, hogy most akkor ez egy spam levél vagy sem, akkor akkor se a levélre kattintva, ugye egy kényelmesen, na akkor oda kattintok, vagy rápöccintek a mobilon, és akkor befizetem gyorsan kártyával, hanem akkor is inkább nyisd meg a, a dedikált applikációját, ugye most már ezeknek a szolgáltatóknál, Szerintem mindegyiknek van az NVM, nek biztos, és szinte mindenhol ő szolgáltat. És és akkor ott néz meg, hogyha ott tényleg látod, hogy van egy befizetetlen számlád, de azon keresztül fizetsz, akkor az egy biztonságosabb valami, mint sem. Hogyha. Nyilván ez a postán egy nehezebb dolog, és hát érkezhet, érkezhet akárhonnan, máshonnan is. Úgyhogy, úgyhogy erre figyeljetek oda, és hogyha ha meg támogatásról van szó, vagy egyéb ilyen segélyszervezetről, akkor, akkor azt egy hivatalos szervezeten Keresztül intézzétek, nézzétek meg a weboldalát, hogyha nincs ott olyan impresszum, vagy, vagy egyéb olyan, hogy te tegnap alakult, vagy ilyesmi, akkor nem feltétlenül kell benne megbízni, úgyhogy ez a, ez a jó kis tanácsunk, és ezzel át is nyergelnénk a, a másik szaftos témára, ami nem más, mint a videókártyák világa, ami egyszerűen senkinek nem ajánljuk tovább, egy videokártyát vegyen, és akkor ezzel vége is <laughs> mehetünk tovább. Le is igen, igen, hű. de ettől függetlenül rettentő színes, izgalmas, és lehet, lehet fogni a fejeket, meg hüledezni, meg, meg köpködni, meg rázni az öklünket. Most éppen a, ugye vannak a skalperek, a Én nyerészkedők, mindig. ők mindig vannak. Mind tehát mindig ő, vannak. Őket, őket ott a, ott a leggyomorforgatóbb az volt, amikor az egyik megpróbált, megpróbált a, megmagyarázni, és hogy, és hogy szánalmat, meg, 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 hogy, meg már meg őket, hogy hát ja, ők az is ebből az volt, igen. Igen, igen az, 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 volt az egyik legrosszabb. És hát vannak még azért a bányászok is, bár, bár ugye most már baltával írtják őket, de, de még mindig elég szép számmal vannak. És hát vannak a, vannak a csipgyártók, akiket nem szeretünk, mert nem hozzák nekünk a következő generációt, amit meg hoznak, az meg, az meg viccértékű videókártya, és itt a két, két véglet van, az egyik az az RTX 3090 Ti, mm. ami, ami egy, egyrészt egy vicc, meg van az RX 6005 XT, aminek az a jó hírünk, hogy ha bevész egy boltba, akkor le tudják venni a polcra, és odaadják neked, tehát van belőle, de ne meg. Tehát katasztrófa. Az, az majdhogy nem, er, majd, hogy nem MSRP áron van, tehát a most már 250 igen. vagy 300 dolláron kérdették, és és annyira hát nagyjából annyira megkapod nyilván ugye itt a, a most nem akkor nézitek amikor mi felveszük ezt az adást vagy nem akkor hallgatjátok de de hogyha addig jobb lett az euró forintár árfolyam vagy a dollár forint akkor annak örülünk akárhogy is, ez nem fog azonnal jelentkezni a videókártyák árában. Mm, sosem. Tehát egy ilyen 100 ezer forintos videókártyáról beszélünk, ami hozza a 6 évvel ezelőtti szintjét egy belépő alsó kategóriás videókártyának. Vagyis, hogyha visszaveszve a részletességből, akkor full HD-ben. Megy a FIFA 2015. Egyébként <laughs> Ami megy? nem volt rossz, mert ahhoz volt magyar szinkron. Egyébként. Áll, annak a, jó, egyébként. Annak a FIFA-nak volt értem, az összes többinek nem, de ez egy, ez egy nagyon régi vita, sok fifás itt most rögtön biztos valamit hozzávágott a falhoz. Mondom én, aki egyébként megvette a FIFA 22-t a családban, mert szükség volt rá, mert az most a legjobb FIFA. A FIFA-ról visszatérve a videókártyákra, a helyzet az továbbra is kilátástalan és borzalmas. Amikor azt mondják, meg olyan hírek jönnek, hogy de most csökkent az ára ennyivel, meg annyival, akkor itt a valóságban, amikor a boltban megnézed, akkor itt én inkább, hogy pont tegnap megnéztem, 10 okról beszélünk, tehát még mindig az a helyzet, hogy a három-négy éves fejlesztések kezdenek el visszaállni olyan szintre, amikor már elkezdett elszállni a teljes videókártya piac. Igen. Tehát még mindig 200 ezer forintot kérnek, mondjuk egy RTX 2060-ért, Igen. ami egy vicc, aminek ma reális értéke, inkább századat lenné, valami 80 körül. Igen, igen. És az -e a 30-60-nak, meg a 30-60 ti kéne a 100-150 körüli ö, régiót uralnia, a 30-70 ti meg kutya kötelessége legyen, hogy 200 adat. lenne, hogy 200 legyen, de a tündérmeséből ennyi. Hát igen, de egyébként ugye ez mindig olyan könnyű olvasni, hogy most valami felmérés alapján, vagy egy gyártó bejelentés alapján, hogy legutóbbi az pont az ázusz volt, hogy Észak-Amerikában 25%-kal csökkentik a, a videó. Ez is olyan megfoghatatlan mód, videókártya jó melyikét, mert azért ez nem ilyen egyszerű, hogy akkor áthúzzák az Excel-t, hanem, hanem nyilván ki van választva a mennyiség alapján, meg hogy egyáltalán mi jön nekik majd a, a nyári időszakig, hogy akkor melyikből engednek. Oké, okay, ő enged. De az nem jelenti azt, hogy a a disztribúció többi résztvevője ugyanúgy viszi tovább a 25%-ot. nem biztos, hogy érzed azt Tehát nem a nem biztos, hogy mire Na. hozzád eljut, addigra azt tényleg így le tudod számolni, hogy ez tényleg megkaptam a 25%-ot. Abban az esetben igaz, ha tudsz közvetlenül a gyártótól vásárolni, és ő a webshopján ezt így kirakja. Pedig, hogyha ha azt nézed mondjuk egy <coughs> RTX 3090-nél vagy TI-nál, lehet, hogy még a repjegy is állnád, nem? A 25%-os minusszal. Hát, Féljük ez egy jó kérdés. beszélünk. Lehet, de attól függ, hogy ugye hol lesz elérhető az a, a, az a rá, diszkontár. Persze, csak Mert ha hol már meg lehet, hogy azt mondják, hogy téged nem szolgálnak ki, mert nem is itt laksz. Mm. Tehát hogy igen, nyilván igen. vannak ilyen uh, korlátozások. Ez az egyik, a másik, meg hogy még az is igaz, hogy azt, hogy videókártyát nem, de ha új videókártyát akarsz, akkor ilyen elvadult gondolatok vannak, hogy lehet, hogy most van az ideje gamer notebookra váltani, mert abba kapod, abba meg tudod kapni. Még egy úgy becsomagolva ugye egy ilyen notebookos körítés az egészet egyben, mert minden új lehet benne. A processzor is új, a platform is új, meg a videokártya is új. Az más kérdés, hogy az asztali teljesítmények az mondani. ugye nincsenek egy szintben. Tehát attól, hogy RTX 3080 van egy, egy laptopban, és RTX 3080 videokártya, az nem a ugyanaz. A kettőnek a sebessége az ilyen... Hát mondjuk százalékot, 30-40 százalékot. Hát nem. annyi van, és akkor még ugye a notebook fronton a, a fogyasztási még... kerettel még ugye játszadoznak. Tehát előfordulhat az, hogy a 30-80-nál hát gyorsabb egy 30 es uh, gamer é. notebook, mert ott mondjuk jobban el van engedve é. a, a, a Illetve ugye aimit. oké, hogy notebookot veszel, de ahogy mondjuk is, hogyha a még... is korlátok között nem vagyunk, nem, vagyunk még ha úgy nézzük a billentyűzet is igen. Lehet úgy, hogy akkor azért ott vannak még, vannak még külség, vagy meg de még mindig úgy van, hogy akkor vannak székek, de valahogy a felhasználó közöttük így igen, kapaszkodik, igen. vagy vagy próbál valamikre felülni. De hát most akkor igen. melyiket? És ezt próbáltuk meg egy másik oldalról, megnézni ez a, az áprilisi PC Worldben van benne, ami már az újságosoknál, uh -huh. és és ebben az integrált GPU-kkal foglalkoztunk. Oh, mint egy ilyen mencsvára azoknak, akik nem akarnak semennyi pénzt És még mindig bárni költeni úgy videókártyára, hogy nem érzik azt, hogy ez tényleg megér ennyi pénzt. Igen. Mert azt ugye kimondtuk az elején, hogy a, a 6500 XT az nem ér meg 100 ezer forintot, az egy 30 ezer forintos videókártya <kül> max, max. Mert a, az RX 570-nek a sebességén volt, azt ennyire ja, ja, ja. ami mielőtt elszálltak az árak. Úgyhogy annál többet nem is szabad érte fizetni. Nyilván ennyire valószínűleg nem is lehet majd kapni, nem egyszerűen csak kikopik a piacról, uh -huh. és aztán majd jön egy újabb generáció, és az integrált GPU-kkal próbálnak most egyesek így átvészelni még nem tudom, néhány hónapot, bár a, már az optimista becslések is inkább 2023-ról beszélnek, hogy akkor lesz talán olyan, hogy... Hát ez, ez az optimista becslés, ez mindig olyan relatív, épp kimondja. Tehát hát igen. Az Nvidia, amikor azt mondja, hogy ő most már optimista, arra már szinte mindenki így felsziszen, hogy ti inkább nem mondjátok azt, hogy ti miért vagytok optimisták, mert a végfelhasználókkal az nem egyenesen arányos. Az IGP fronton, aki inteles, mármint Intel processzort használ az újabb generációkból, hát ő még azért annyira ne örüljön az IGP-nek e több okból. Szerintem ez nagyon ki van részletezve a, a cikkben, hogy Igen. miért ne, most ebben nem menjünk bele. Viszont, viszont az AMD-nél őszintén szólva olyan fejlődési görbe van mostanság, amit egyelőre asztali gép még nem tud igazolni, mert hogy a a görbe csúcsát egyelőre csak például ez a ez az Zephyrus G14-es notebook adta meg ugye mi itt, az az itt van az asztalon igen sikerült rátenni a hálistennek. gépre mert hogy az ebben lévő 6000-es sorozatú Ryzenben már az RDNA 2-es vagy hívjuk navinak, mm -hmm. ugye a kódnevét az egésznek IGP van vagy GPU szelet, mondhatjuk így és ez még az előző 5000-es asztali Ryzenhez képest is sokkal gyorsabb játékokban. Vannak olyan játékok, amikhez őszintén szóval ez sem ajánlható, de az egyébként nyilván az asztali kártyákkal is megküzd, de, de például ezzel a notebookkal, ha csak az IGP-t használja, már elképzelhető az, hogy full HD-ban, médium vagy akár magas felbontásra is fel tud menni a felhasználó, és, és az egy IGP-nél e eddig nagyon nem volt jellemző. Tehát, hogy full HD minimum, hát vagy még a felbontást is le kellett venni, ha már nagyon ocsmányul nézett ki a játék a, a minimum beállítással, és akkor lehetett valami folyamatos sebességet. De hogy ez az első olyan pont a, a 6000-es sorozat az AMD-től, ami, ami oké. Okay. Tehát ez kijön majd. Computex környékén, után, asztaliba, de lehet, hogy később jön majd a. Az Vagy Attól függ, hogy hazánkban mikor él el. Ott majd, aki igépézni akar, még mindig, mert azt mondja, hogy a videokártya az még mindig nagyon drága és értelmetlen ebbe beruházni. Hát ott majd lehetnek azért meglepetések. Ugye ez azért is jó, mert amikor igp beszélsz, és mondjuk egy ilyen már viszonylag erősebbről, akkor ez a nagyon tinen lányba tehát abba az útra tehát kategóriába is befér, hogy nem kell gémernek lennie. Tehát abszolút munkára veszed, de amúgy ott van egy olyan gépű, amire lehet számítani, nem csak ez az Intel UHD. Van képe, hurrá. Tehát nem ez a változat. Igen. És ezzel így átkötném, ugye az Nvidia-ról és az AMD-ről beszéltünk eddig. Egy dolgot nem említettünk meg, azt a drivert, ami, amiről most már el, elvárjuk azt, hogy, hogy működik. Jó, megvan, frissítik, van 0D driver, mm. stb. Nagyobb, nagyobb játék megjelenéseknél. Mm. És a driver vonalon kötném át a leendő harmadik szereplőre ezt, aki ja. rettenetesen lelkes, és ez az Intel, aki hát fűtfát ígér, és gyönyörű szépeket mond az új ARC GPU-jukról, illetve videókártyáikról, ami először majd mobilban fog debütálni, remélhetőleg elég jobban vagyunk a notebook partnerekkel, úgyhogy, a notebook gyártókkal, úgyhogy remélhetőleg hamarosan hozzánk is eljut egy, egy hármas szériás, tehát ez a belépő szintű, amitől már, a, már, a, már ott ígérnek egy csomó minden csodálatosat. Mm -hmm és a, azért a driver vonalon kötöttem össze a három gyártót, mert én nekem a legnagyobb bagályom az az, hogy a, az Intel gyárthat akár milyen jó ö, szil, szilíciumot, tehát bármilyen jó csippet, szándékosan nem szilikon, <laughs> <laughs> mert az más. E, e, szóval gyárhat, gyárthat bármilyen jó csippet, és, és tényleg lehet az papíron egy csoda jó cucc, de sajnos elég sok példa volt arra, hogy hogy a driver -e az meg olyan katasztrofális volt. Hát és mondom én ezt úgy, hogy a 2000-es évek táján, nem, pontos évet most nem mondok, mert az nehéz lenne, nekem volt Intel 740-es videókártyám, még büszke is vagyok rá, hogy beleszaladtam ebbe a törbe, egy ideig használtam is, aztán sikerült eladnom árban, venni <laughs> <laughs> egy, egy, egy Nvidia-t, de... de a lényeg az, hogy hogy én nagyon aggódok amiatt, hogy a, hogy a driverek, és ha jól tudom, akkor az Intel integrált GPU-nál is voltak gondok. Volt. Főleg a, a, hát a, 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 a legújabb. Tehát ugye a 12. generációs processzoron, az Alder -Laken, amiben ugyanaz az IGP van, mint a 11. be, de teljesen másképp viselkedett a két processzorban lévő IGP. Csontra ugyanaz, egy picit az órajelek vannak uh -huh. másképp hangolva az újban, hogy egy kicsit nagyobb legyen a teljesítmény, de az egyiken minden tök jól futott, a másikon viszont majdhogy nem semmi, tehát fagyások, akadások, képhibák, stb. Emiatt van, és, és ez egy, tehát ez, ez a jelen, és most ugye azt ígérik, tegnap volt ez a is bejelentése, az új... Ez ugye a március, március végéről beszélünk. Ez március, március beszélünk. végéről beszélünk. Volt a bejelentés, és ahhoz képest az állapot az nem túl jó, tehát nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy akár egy tesztgéphez majd milyen driver jön, az egy publikusan elérhető driver lesz-e, vagy ugye zárt, csak a sajtó számára elérhető valami beta verzió, mert biztos, hogy nagyon sok munka, ezzel kapcsolatos tapasztalat, hogy annak idején egy ilyen nagyobb generációváltásnál, vagy architektúrálatás az NVIDIA-nak is több időbe került, mire kipofoszt az adott drivert, az AMD-nek is, vagy még korábban az Atinak sok időbe telt, mire sikerült a bágokat kiírtani, meg a teljesítményt felhozni. Úgyhogy, aki most ebben gondolkodik, az notebookba lehet, hogy kap egy jó ajánlatot majd az Inteltől, így platform szinten, de hogy például az év második felébe a diszkrét kártyák, ami PC-be betehető, ott mi lesz, Hát az egy jó kérdés. Igen, én hát attól nagyon egy kicsit optimisták és akkor. De, legyünk, de, abszolút. De egyébként annyi az, Intel, az Intelnek még az lehet a nagy, nagy esélye, hogy ott, ott van egy olyan dolog, hogy ma, aki GPU-t vesz, tehát még mindig megvan az az emberek fejében, hogy a GPU az játék. Tehát nekem nem kell GPU, mert, mer én nem játszom. Ja, nem játszom, De igen. ez az, amit az Intel megpróbál átprogramozni, és egyébként ez nem baj, és ez így teljesen rendben ja, van. Nem csak, a, ez nem csak az Intel leendő gpu ra hanem az amd re és az NVIDIA-ra is igaz, hogy, a, hogy ezeket a GPU-kat már a mesterséges intelligencia gyorsításához, a, a videószerkesztéshez, stb. esz használhatod, mm -hmm. és e, itt nem kell arra gondolni, hogy akkor te majd leülsz, és akkor programozol, meg, meg videót vágsz profi szinten, meg ilyenek, hanem hogyha tényleg csak a hétköznapi alap dolgokat végzed el mm -hmm. a gépeden, ott is, ott is elképzelhető, hogy nem is tudsz róla adnak az al alkalmazásnak, akár csak egy fotóválogatónak, vagy akárminek. Van egy olyan, olyan algoritmusa, ami, hogyha a GPU-dat támogatja, akkor sokkal gyorsabb lesz. Tehát tényleg csak az, hogy meg akarsz nézni 5000 képet, és leszűrnéd őket, vagy keresnél bennük. Igen, És az algoritmus. Igen, És ezt az algoritmus hogyha a CPU kell, hogy megemész akkor ott fog ülni egy órát, vagy addig ott hagyod, mire Igen. kiválogatja. Ha meg van egy GPU-val gyorsított algoritmusod, tehát olyan GPU Igen. van a gépedben, és ez nagy lehetőség. Tehát, tehát mindenképpen érdemes annak is odafigyelni a GPU piacra, meg arra, hogy hogy változik ez, aki, aki nem feltétlenül a játékot veszi mm -hmm. elsődlegesen. És, és szerintem ez most... Itt zárjuk is le, ami, Lesz még szó mert, szó róla, úgyis. amiről a következés még itt az amd egyébként egy nagy lehetősége ez az igpu val hogy, hogy a, ugyancsak márciusban bevezett az RSR-t és az FSR 2.0-át, ugye a 2.0 az még majd érkezőben. Az RSR az egy, az egy olyan felskálázó algoritmus, ami driver alapú, uh -huh. és minden, minden játékban kihasználható, és azért tényleg hozhat, hozhat akár ilyen kétszeres gyorsulást is, ami például egy IGPU-nál az élet és halál lehet. Hogyne? Úgyhogy úgy, hogy ez érdekes, erre szerintem térünk vissza a következő adásban, Igen. mert van, van, még más nagyon-nagyon érdekes dolgunk is, amit, hogyha aki nézi az adásunkat és nem hallgatja, akkor láthatja, hogy annyi, Kütyüzzünk. mobil van, Igen. annyi mobil van az asztalon, hogy sok fekete kihelyző. Igen. És az a jó, amikor itt kirakosgattuk a mobilokat, nem a miénk, a miénk azok nincsenek most az asztalon, úgy néztem meg, hogy melyik melyik, hogy meg kellett fordítanom, és a hátát néztem meg. Igen, mert az a helyzet, is, hogy a. És pont azt tűnt fel, hogy az összes pontosan úgy A nézték. kijelzőből már nem nagyon tudod megállapítani itt most a, semmit. Az a helyzet, hogy ráadásul az összes, összes selfie kamera középre került, ez öt darab mobil, amiről itt szó van és, és erről meg se tudod mondani, tehát meg kell fordítani, és ott tudod megnézni, ami például azért jó, mert itt van egy, egy, egy olcsó telefon, és ez a, a téma, témánk, amit így gondoltam, hogy érdemes volna egy pár percet beszélni, hogy, hogy szerintetek mi a jobb, hogyha veszel, veszel, mondjuk fél évente, évente egy, egy belépőszintű, vagy viszonylag olcsóbb telefont, vagy egy másfél évente egy középkategóriásat, vagy veszel egy csúcs kategóriásat, ami most már ugye eléri a 4 ezer forintot, és azt használod 3-4-5 évig. Tehát, hogy melyik, melyik az, amelyik, amelyik életszerűbb, és melyik az, amelyik jobb. És azért, azért így vezettem fel, hogy kb. tök ugyanolyan, mert itt e, például tudok mutatni olyan telefont, ami 50 ezer forintos, de olyat is, ami 200 ezer forintos. És hogyha így van csak az asztalon, nem tudod megmondani róla, Ez hogy melyik. Nem melyik. ki a különbség. E, Nyilván, ha már bekapcsolod és megnézed a kijelzőt, akkor látszik, hogy melyik a nem túl jó. Ha megfogod, akkor már érzed, hogy ez műanyag. Egyébként én tudom, hogy ez az 50 forintos. Ez nem más, mint egy Nokia G11, amiben. Ez most egyik legújabb. Ez a a leges Ez annyira új, ugye? Igen, igen, és ez annyira nagyon új, hogy ezt még csak a áprilisban kerül majd a boltokba. 50 ezer forintos telefonról beszélünk. Ehhez képest egy viszonylag normális, tűrhető kijelzője van, rengeteg kamera van a hátlapon, szó szóval szerint három pontosan szám szerint. Ugye valaki úgy vesz telefont, hogy ránéz, sok kamera, az jó, mobil, modern, megveszem. De igen. igen. A másik az, aki még megnézi esetleg, hogy hány megapixel, és utána dönt, az a helyzet, hogy ez nem a jó stratégia. És egyébként az, az még az ebben a Nokia-ban, hogy 50 ezer forintért Android vanos, igaz, hogy Android 11 van még rajta, de a frissítések azok, azok napra tehát jönnek szuper jó sebességgel, és, és a kezelőfőzető az pedig a Natur Google. Uh -huh. Ami mondjuk kell is neki, mert egy Unisoc e, e, SOC van benne, és hát igen, nem ami kb. Ne, nekünk mond bármit talán. Nem túl sokat én, róla, én és le, nem vettem Leteszteltem az ilyen középkategóriás, ilyen Snapdragon 600-as teteje, 700-as közepe. Az egy Tehát ilyen 750G, meg a ja, ja, ja. dolgokat, és annál körülbelül ilyen kétszer-háromszor lassabb tesztek alatt, de ez most mi a kétszer-három, mondjuk játékban, vagy, vagy úgy Ezek, benchmark? Ez nem? benchmark, geek benchmark, meg, meg Antutu ilyesmik. Uh -huh. Érdekes egyébként, hogy a PC már ami ugye teszteli a, a tárhelyét, meg uh -huh. a minden egyebet, ott, ott ilyen 40% volt a lassulás, tehát ez azt sugalná, hogy a, hogy a mindennapos használatban nem érzed olyan nagyon. Uh -huh. Nyilván itt azon, hogy elkészítesz egy fotót, és azon akarsz valami szerkesztést végezni, vagy elküldeni, át, uh -huh. átküldeni egyik abból a másikba az adatot, akkor azért lesz itt oké? Okay. De ezt leszámítva, az, hogy az hogy ez a Vanilla kezelőföldet van, tehát ez az alap Google felület viszonylag jól használható. Tehát nem nem érzed meg sebességben azt, hogy ez egy. Ez egy Egészen gyenge valami. Ellenben alig fogyaszt valamit az SOC, és, és benne, az 5000-es si. 5000 akkumulátorral, hát én elkezdtem rajta tegnap délután az akkumulátortesztet, de most a forgatás miatt le kellett állítani, úgyhogy valószínűleg még ment délben. volna egy napig. Mikor kezdted el? Tegnap kora délután, úgyhogy. És ugye, ugye ment egy már. Gyors. Igen, ez terhelés alatt. Tehát ez uh -huh. úgy, hogy ugye Te egy az folytában webet, meg képet szerkeszt. Majdnem 24 így órája fut rajta a, igen, igen. a benchmark, vagy futott. És, 28 és még 28, és 28, és 28 van. 28%, úgyhogy ja. valószínűleg még egy fél napot bírt volna, ez kiváló. Akinek ez a fontos egyébként igen, annak. A igen. másik ésszes, ilyen nagyon-nagyon-nagyon új, az a Samsungnak az A53-as hmm. galaxia, ugye ez az A52 t váltja, ami a nem csak Magyarországon, hanem azt hiszem, hogy az egész világon az egyik leg, legsikeresebb, legnépszerűbb telefon, és nem csak a Galaxik között. A legtöbb, a legnagyobb példányszemben, adott mobil, inkább így így Csillan? fogalmazok. Igen, 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 wow. ezek kijöttek ezek a. És okay. És azt hiszem, hogy, a, hogy hogy modell szinten is valahol talán egy-egy iPhone van előtte. Az de valószínű. De egyébként, egyébként, egyébként meg rögtön ott van. Tehát a, a Galaxy között is a legnagyobb példányszámban uh -huh. ezt adták el. Itt-ott itt erősítettek, nyilván már 5G-ről beszélünk. Nagyon, nagyon új a készülék, úgyhogy még még a tesztelés elején vagyok, de, de kíváncsian várom. Ugye ez a, hogy mit tud ez a telefon? Ami egyébként elegáns, műanyag hátlapos, de a keret az fémből van, az új lenyomott olvasó már a kijelző alatt van nyilván. Az, Most a kijelző az, egy, az már egy... Tök hirtelen ránézve, ha, ha nem mondjátok, hogy ez melyik, lehet, hogy simán rá mondom, hogy jaj, ez valamelyik az esek közül. Tehát, hogy... Igen. Tehát abszolút hát rendben azért van. különbségek vannak. Aki igen, a kép igen. mondjuk például nem megy ki teljesen a szélén. Igen, igények, igen. A egy kicsit de... nagyobb. Ö, Egyébként, egyébként abszolút rendben van. Ugye ez majd a szolgáltatóknál lesz egy, egy Ó, az ellenállhatatlan ja, úgyhogy, úgyhogy, ez egy érdekes dolog. És hogy e, még így az olcsó telefonoknál maradva, már mint visszadép az A53-ról, ez Aztán meg már a redmi ne a, az eredeti kérdésem. A Redmi Note 11 -e, nem igen, nem ez már 80 ezer forint, azaz, hogy 80 lehet, hogy picit alatta van. Ebben az az érdekes, ebben Snapdragon 680 van. Ezt uh -huh. le is teszteltem. Ö, és a 680-as az lassú. Nekem én gyengének találtam. Akadozott a kijelző, lehet a, a kezelőfelület, e, meg egy csomó minden olyanról kell lemondani, tehát nincsen 4 k videó, egyébként bár oh. belépő szinten lehet, hogy nem is olyan nagy elvárás az, hogy, hogy legyen -e 4 k de a sok közép nagyon. kategóriára van hangolva. Igen, igen, ez a, re, ez a Redmi Note 11-nek a, a, belépő ja. szintű modellje. Akkor igen. Egyébként azt leszámítva, hogy egy kicsit ilyen szögletesebbre csinálták, a dizájnt. Egyébként meg egy nagyon kellemes kis mobil, mm -hmm. tehát, tehát abszolút rendben van, csatlakozóval. Wow. Úgyhogy, és még két telefont hoztam megmutatni, illetve beszélni róla. Ők tesók. Ők tesók, mind a kettő a Huawei-től érkezett, akik, akikről mindenkinek rögtön az ugrik be, hogy jó, ja, nincs Google. Ez egy dolog, viszont még mindig tudnak telefont csinálni, mert az egyik, az egy nagyjából 200 ezeres készülék, a másik az pedig egy 120 ezeres készülék, a 100, 129 ezer. Na, ezt sem mondanád meg, hogy melyik, melyik. Igen, és a nagyobbik, nagyon csillogós tip-top, az uh -huh. az olcsóbb készülék. Uh -huh. Ráadásul. A dizájnnál meg figyeltek arra, mind a kettő a Nova, az egyik a Nova 9, a másik a Nova 9 SE, uh -huh. és figyeltek rá, hogy dizájnban szinte ugyanolyan legyen. Megtartották a, a fém keretet meg megtartották az üvegelő hátlapot, és a kijelző is maradt egy egy nagyon szép ö, ö, rajzolat, nagyon szép kijelző, mm -hmm. tehát ezzel sincsen gond, és a kameránál meg a 108 megapixelt is ö, a fő is Az azonos? Áll, igen, ö, Mind a kettő? Nem, nem azonos, de a lényeg az, hogy a, a, az olcsóbb készüléknél is megtartották ezt, mm. ahogy a gyors töltést is. Tehát nem csak az, hogy kapsz egy, na, tessék, közben be is kapcsolat Szóval nem csak az, hogy kapsz töltőfejet a dobozban, ah. Hello Samsung, hanem. Hát meg még mások. Meg iphone Apple, hanem a 66-osat kapod benne, tehát az, amivel a gyors töltést valóban kihasználod. És valószínűleg tölt 66-ossal. A persze, abszolút. Okay. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ez, egy, ez egy nagyon nagyon előnyös dolog. Majd mindjárt még kicsit visszatérek. Okay. A... De beszéljünk egy pár mondatot arról, hogy mit gondolsz erről. A... Szerinted te inkább a drágát veszed? a telefonból, és használod évekig. Ha csak le nem ejted, mint ahogy az előző telefonodat is múlt héten. Ezt nem, nem kellett volna mondani. <laughs> és itt rögtön, rögtön, jön a, a, az a valási vita, hogy, hogy akkor kellett vagy nem. E, ami én nem, én nem szeretnék használni, Én nem szeretem azt, ha veszek egy vékony telefont, akkor ráteszek egy tokot, és vastag lesz, úgyhogy nagyjából ennyi az oka. Balesetek történnek, ez van, úgyhogy majd a biztosítás lerendezi. A biztosításod rá? Nincs. De... Hát akkor meg... úgyis is akartál már egy új, új telefon, nem? Akkor ez egy kiváló... Meg lesz. Egy de visszatérve az eredeti kérdésedre, én én nem mondom azt, hogy mindenképpen a drága telefont kell megvenni, én azt mondom, hogy hétköznapi használás során szerintem a legnagyobb különbség eltérés az a kamerában van. Tehát én attól tenném függővé azt, hogy a drága telefon érje, meg inkább, vagy az olcsó, hogy valaki mennyire szeret fotókat készíteni, mert eh, ahogy ennél a nokia is beszéltük, hétköznapi használás során egyáltalán nem biztos, hogy külön fel fog tűnni, hogy most hú, ez egy lassú készülék, és azért, mert Android van, rajta, az sem jelent igazából túlzottan nagy hátrányt, viszont ha mondjuk gyerekfotók készülnek róla, tájképfotó, bármi, akkor hiányozhat, hogy ezen a telefonon mondjuk kisebb azon, nem olyan jó minőségű, nincs benne optikai stabilizátor. Úgyhogy ez... Igen, tehát hogyha ha csak adatrögzítése kell, ez a lefutózom a villanyórát, mert bediktálom, és nem akarom arra, e arra, arra, Meg jó. arra is tök jó a telefon, hogy a leveleket megnézzük rajta egy YouTube videó, és tökéletesen nem gyere a a zenehallgatása is jó. Navigáció. Navigáció, tényleg bármire oké. Okay. És a másik dolog, ami még szerintem fontos különbség lett, az meg a kijelző, de az is elsősorban azért, mert a fotók, vagy pedig esetleg ha valaki mondjuk filmet néz, akkor ott azért azért nem mindegy, hogy mondjuk egy OLED kijelző nézi, vagy pedig egy TFT-n, ami, ami oldalról akár esetleg rossz is lehet, kisebb a fényerő, úgyhogy én, én, én ezeket mondanám. És, és ha mondjuk ebből indulunk ki, akkor viszont középkategóriától felfelé már szerintem vannak olyan telefonok, tehát nem feltétlenül kell a 3-4-500 ezer forintot elküldteni telefonra, 130-40 ért is már vannak bőven mm -hmm. olyan mobilok, amikkel olyan fotókat lehet készíteni, és akkor itt olyan kompromisszumot kell csak kötni, mondjuk, hogy a zoom kisebb, vagy esetleg nincsen nagy látószög, azért ezek nélkül lehet élni. Igen. Én azt nézném meg, a, vagy hát, hogy azt nézem meg a középkategóriánál is, hogy a frissítésre mit ígér a gyártó. Tehát, hogy, hogy tényleg Mert most már az... ígérnek. Hát ígérgetnek, igen. Aztán, nem hogy mennyit volt késnek, az így. egy dolog, de, mm. de, a lényeg az, hogy, hogy azért a, a két nagy frissítés és a, és a viszonylag rendszeres biztonsági frissítés az nem árt. Tehát, ha mégis egy olyat állsz, hogy, hogy papíron a hardware az, az, nagyon ütős és nagyon százas, de, de mondjuk, mondjuk szoftveres támogatásban nem olyan, nem olyan jó, akkor én azt tízszer meggondolnám, hogy azért, hogy egy-egy erősebb legyen az SOC, feladom -e azt, hogy, hogy mondjuk a frissítés az, az esetleges, hogy érkezik-e vagy sem. Vagy ha érkezik, akkor mikor? Ilyenkor ugye akkor felmerül az a kérdés, hogy nyilván a webshopok teli vannak kvázi no name, vagy kevésbé ismert márkájú készülékekkel, akár teljes termékcsaládokkal, míg hardverben lehet, hogy néha még talán többet is nyújt egy picit alacsonyabb árért, de nagyon nem tudni, hogy mondjuk egy év múlva lesz-e frissítés, Igen. vagy biztonsági frissítés az olyan létezik-e egyáltalán. Igen. És ugye ez ez azért nem feltétlenül látható még vásárlás után sem, egy, egy kevésbé ismert gyártó honlapján, hogy lesz -e esetleg Android 12. Igen. Ja, és ugye erről is beszélünk, hogy ami már Android kijött, még ott is jön a kérdés, hogy most mi megveszem mondjuk 50 ezerért a kicsit ismeretlen telefont Android 10-zel tehát, hogy még ilyen is van újannan, lesz-e egyáltalán Android 11-re, vagy 12, vagy, vagy igen, igen. re erre, erre érdemes figyelni. Igen. Jó, de ha az olcsó telefon nézzük, akkor azt ugye gyakoribb cserére nézzük most így, akkor ott azért nem annyira kritikus, hogy a nagy frissítések megjönnek, a hmm. inkább a biztonsági frissítés lehet az, ami ah, érdekes. Igen. Nincs, hogy... Jó, és még egy, még egy témánk maradt, arról szeretnék még egy kicsit veletek beszélgetni, ezt ha már beszéltünk itt a Huawei-ről, ugye ezt kitárgyaltuk, hogy, hogy alsó kategóriában, vagy legalábbis belépő szerű szinten is lehet kiválóan jó abszolút. kinéző. Ezt előveszed a zsebedből, ezzel nem folyik, ú, te jó, hogy milyen, milyen... leharcolt kis mobilod van, abszolút, hát meg abszolút a van az szerint, egész. Szerintem simán elmondják, hogy a dizájn kijelző minden rendben van, és azért itt három, három Huawei készülékről van szó, amit elhoztam nektek. Ez ugye a Nova 9-eséről, mint telefonról egy keveset már beszéltünk. Ami érdekesség, hogy ezen Android 11 fut, és azonban arra van ráültetve az EMUI 12, ez a legfrissebb okay. kezelőfelülete. Viszont itt van egy tablet, ez a MatePad 10.4 2022 ami azért van tokba, nem azért, mert nem lehet kiszedni és tok nélkül használni, hanem azért hoztam el így nektek, mert ezt a tokot, ezt adják hozzá, és amúgy ez egy, hát ilyen belépő középkategóriás készüléknek mondható, és, és az benne az érdekes, hogy itt Harmony OS van rajta. Tehát ez már a Harmony OS 2.0-ával hajtott tablet. Ez pedig az emu az pedig az emu is, és itt van még egy óra, ez a Watch GT Runner, ami a legújabb ö, futóknak készült óra, hiszen runner ott van a wow, okay. és ezzel futottam is, meg túráztam is, jó és, és nagyon részletes kimutatást készít, mm. és azzal, hogy nem az órának a, a készülékházába pakolták be az antennát, hanem ide a színak a, a csatlakozására ide kihozták, és GNSS, tehát azt hiszem ötféle pozícionálóval Aha. is tud kommunikálni. Előtte is használtam már többféle konkurens Huawei-t is ilyen futásra, és ugyanúgy kiálltam a házai, hogy indul a futás, és ott volt olyan, amikor fél percet várni kellett, amíg megtalálta a jelet. És itt pedig az volt, hogy tényleg csak léptem ki, és már pöccent, uh -huh. hogy op, megvan a GPS, indulhatunk nagyon-nagyon nagyon durván gyors, és, és egy csomó olyan, csomó olyan extrát tettek bele, ami, ami, miatt egy igazán izgalmas óra azoknak, akik valóban aktív életet szeretnének élni. Ez kiegészítve az egészség applikációval, ami, ami fut bármelyik rendszeren, tehát ez nem azt jelenti, hogy csak Huawei telefonon lehet használni tervet is össze tud neked állítani, amit be is, meg is próbál betartatni, mondjuk a felugró üzenetek, ezok már hatástalanok voltak, mert éppen nem akartam, vagy nem tudtam elmenni, akkor nem mentem, és akkor panaszkodott, hogy hát lusta vagyok, igaza is van, akkor éppen lusta voltam, de aztán utána elmentem, és akkor megdicsért. De az, a lényeg az, hogy ha nem is helyettesít egy személyi edzőt, de, de nagyon jó kis nagyon jó kis tanácsokat tud adni ahhoz, hogy ha te, te tényleg amatőr futó vagy, de szeretnéd normálisan felépíteni azt, hogy milyen célt akarsz elérni, hogy hány kilométert akarsz x időn belül lefutni, akkor egy olyan edzést tervet állít össze, hogy mikor van pihenő nap, figyeli azt a, ugye rengeteg érzékelő van benne a púzustól kezdve mm -hmm. a, 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 véroxigén színmérés, minden egyéb, és azt figyeli, hogy, hogy te milyen aktív életet érsz, hogy fejlődsz, ugye a futásodban is figyeli azt, hogy hogy, hogy teljesítesz, milyen szintidőkkel, stb. És, és, nagyon, nagyon szépen ehhez alakítja az edzést tervedet, és segít, segít felkészülni, meg fittebbé válni, és ez, ez például nagyon jó. Arról nem is beszélve, hogy most már azért egy-két, például a rántásztikkal, ha jól emlékszem, azzal kompatibilis, tehát ki is tudsz lépni az ökoszisztémából, hogyha te úgy sportolsz, hogy, hogy vagy már használsz egy másik alkalmazást, az a, a nem, de a, a Rantastic igen, sőt azt hiszem jár is hozzá valami akciós előfizetés, vagy valami ilyet le lehet az hozzá kapni, ha megveszed. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy egy nagyon, nagyon jó kis tudsz. És miután itt megpróbálták, ahol mutattam az antennáknál, könnyíteni is az órát, ezért az egyik legkönnyebb bokos óra, amit, amit, használtam, ez 38,5 gram, ami, szerintem nagyon jó. Úgyhogy, úgyhogy, ez, egy, ez egy jó kis óra. És akkor itt a másik az a Harmony OS-es tablet. Amiben, amiben meg egy Kirin 710A van, és ehhez viszont egy 2000-1200-as 53-as kijelző, ami, ami tök jó fényerőre képes, és itt fel is húztam a fényerőt egyébként, és egyébként meg teljesen magyarítva van, tehát attól, hogy ez, és egyesek szerint későn érkezett meg, mert ugye már vagy két éve beszélünk róla, hogy van mm -hmm. harmónióesz, de itt van ez a készülék, az, ami valójában van, mert ugye elég sokáig Kínán belül megtartották, már itt Ázsiában tartották a harmony US t most már neked is elérhető. Pontosan ugyanúgy fut, ugyanott lesz mindent, ahol egy androidos bantalán Az a különbsége, hogy vannak rajta extra dolgok. Tehát olyan, ami, ami például eddig nem volt elérhető, olyan kezelőfelületbeli extrák, vannak ezek a szupereszközök, szuperkészülék, bocsánat, ahol be tudod pakolni azokat az eszközeidet, amik ezzel kompatibilisek, illetve van az App Gallery, ami, amiben jó sok magyar alkalmazás megtalálható, már nem minden. Én azt vettem észre az elmúlt hetek használata során az App Gallery-nél, hogy arra fókuszálnak, és mióta fejlődik, arra fókuszálnak, hogy azok az általános applikációk, amiket, amiket a legtöbben használnak Magyarországon, azokat igyekeznek ö, natívan megszerezni az AppGallery-be is. Hogyha valami különleges olyan dologra van szükséged, vagy Google-re, ami, ami például ö, nagyon kevés embert érint egy biztonsági rendszernek az irányítása, valami, ami éppen nem kínai, mert uh -huh. hogyha a Hikvision vagy ilyesmi, akkor az simán Persze. ott van akkor azt, akkor azt nem fogod ott megtalálni. E. De ha például a Facebookra, a Messengerre van szükséged, a banki alkalmazás. A banki alkalmazás a banki alkalmazás natívan van ott van. A Igen. Natívan ö, a telefonnal tudsz fizetni is, erre ott a körv, tehát be tudod a bankkártyádat pakolni oda, fizethetsz vele, minden működik, de ha kell egy, egy a Spotify, a, a Deezer is ott van egyébként, vagy kell egy Messenger, egy, még Fiber is ott van, akkor pedig az AppGallery, illetve van ez a Petal Search, Aha. az meg tudja azt csinálni, hogy kilistázza neked, uh -huh. azt mondod, hogy telepítés, és hát innentől jön a sideload, de szépen, szépen behúzza neked az alkalmazást, telepíti, és működik is. Azért mondom, hogy működik is, mert kipróbáltam uh -huh. a Messengerrel is, mert a Facebookkal, az összes egyéb mivel és pontosan ugyanúgy működik. Tehát nincs vele gond. Egy-két olyan eset volt, amikor ilyen speciális alkalmazást próbáltam. De, de az, az nem, nem, nem a, a mindennapok alkalmazása. Illetve a Google-nél kell ugye nyilván a a Chrome-nál kell valami alternatívát találnod, El. én a Firefox-ot találtam, a, de van saját böngésző is, tehát nem erről van szó. Szóval mi a helyzet a Petászföldsért telepített alkalmazásoknál, ha kijön a frissítés? Ha kijön a frissítés, akkor szól neked, ez ennyi kényelmetlenség uh -huh. van, hogy szól neked, hogy van frissítés, tehát frissíteni kell, és ott nem, a, tehát nem automatikusan frissít, hanem egy olyan gomb meg, hogy lekérés és akkor a megkérésre, utána van egy beépített ilyen vírus ellenőrzője a rendszernek, uh -huh. és az, átellenőrzés át, az átellenőrzés utána nyomsz egy öt, hogy telepítés, és akkor telepítette, és kész, tehát hogy figyel frissítésekre, követi, a, követi a, a, ezeket, és megbízható forrásokból dolgozik, úgyhogy nekem gondom nem volt vele, mondom, egy nagyon érdekes dolog ami, ami nekem szívfájdalom volt, a kamerái egyébként meglepően jók ahhoz képest, hogy egy, egy olcsóbb tabletről van szó, nekem a szívfájdalom az volt, bár én tudok így is gépelni, de sajnos a hozzáadottok, vagy a hozzá kapható gyárítók az nem magyar szitázott, hanem, hanem angol. Tehát vagy ragaszgat, matricákat, vagy rászánsz egy pár órát, és megtanulod, hogy minek hol van a helye. Úgyhogy Úgyhogy egy nagyon érdekes dolog, és azért is jó, hogy itt van, itt van előttünk a három Huawei készülék, mert itt meg tudom azt említeni, bár a notebook az egy Asus, nem pedig egy, egy Huawei notebook, de a Huawei notebooknál meg tudod azt csinálni, ugye miután egy gyártótól van, egy ökoszisztéma, odafigyelt rá a gyártó, hogy olyat is meg tudsz feltenni, például, hogy a telefonod kijelzőjét ráklónozod uh -huh. a, a notebookodnak a kijelzőjére, és azon belül tudod használni, mm. úgyhogy az ott van egyébként az asztalon, akár applikációt futtathatsz rajta, bármi egyebet, ami szerintem nagyon jó, vagy akár hogyha nem is jelenik meg, mert nem akarod foglalni a kijelzőt, a kijelzőnek a területét, akkor is a fájlrendszerben megjelenik, és a, a telefonodon lévő fájlokat fotóztál vele, nem kell a lájpszikába le hozzácsatlakoztatni, vagy egyéb ilyen küldözgetős módszert alkalmazni, vagy felhőn keresztül szinkronizálni, ami azért egy menő dolog, és azt mindenkinek nagyon ajánljuk, hanem ott látod rögtön a, a felkezelőben, és, és onnan tudsz velük dolgozni, úgyhogy úgy, ez például egy nagyon jó, jó dolog, és ezen kívül még jó pár, jó pár ilyen, ilyen ö, közös, közös munkaszolgáltatást tud ö, Hogyha tudnak ezek a készülékek, hogyha, hogyha ezzel szereled fel magad. Úgyhogy szerintem ez ez jó, és, és egy csomó érdekes újdonságot is mondanak, hogy majd még mik fognak megjelenni uh -huh. ezen a területen. Majd meglátjuk. Mindenesetre minden esetre azért gondoltam, hogy ezek, ezek még érdekes új, új eszközök, amiket érdemes megmutatni. Ha pedig választanom kell, akkor szerintem az óra az egy nagyon menő dolog, azt minden érze meg magának ha futó, mert akkor, akkor nagyon sok olyan érdekes, izgalmas dolgot talál benne, de egyébként mondhatnám, hogy száz sportot tud támogatni, úgyhogy úgy, a, a legtöbb sportnál uh -huh. használt, használt veheted ennek az órának. És azt hiszem, hogy ezzel a, a második adásunk uh -huh. végére értünk, és remélem, hogy picit pörgősebbre és sikerült, megpróbáltuk így a nagyobb témákat kivesézni, és nem elveszni ilyen apró részletekben. Remélem, hogy ti is élveztétek, és, és hogy a következő adásunknál is velünk fogtok tartani, addig pedig <laughs> é, megpróbálom az kalandor vonalon mozogni. Ajja, keres, keres PC World ha... olvasást kívánunk. Igen, igen, nagyon jó PC World olvasást kívánunk. Írást. Igen, igen, az <laughs> ránk vár. Nekünk még előttünk a húsvét, sok sonkával, még több teszteléssel, remélhetőleg új, új telefonokkal, új laptopokkal, rengeteg új érdekességgel, a kibertérben is vigyázzatok magatokra, és lájkoljatok, és kövessetek, és remélhetőleg hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok.